Sziasztok, az Új Nemzedék plusz jóvoltából utána járunk annak, hogy vajon káros vagy egészséges-e az, hogyha valaki fiatal korában áll neki komolyabban a bodybuildinggel foglalkozni. Nagyon érdekes esettanulmány lesz, fogunk találkozni mindenféle szegmensről mindenkivel. Tartsatok velünk! Nagyon fontos az erősítés, az izmok izületek erősítése, a gravitáció az a gyerekekre is dolgozik, de pláne pubertáskor idején, amikor megnövekszünk, ugye a gerinc megnövekszik a magasság, megnövekszik a tömeg, de gyenge marad a csontozat, akkor nagyon sok serdülőkori deformitás alakul ki. Tehát ilyen szempontból azért tenni kell, hogy erősödjünk. Van ez a jelenség, amikor serdülőkor előtti, tehát még nem fejlett, nemileg nem éres sportolóknál kezdenek el alkalmazni egy komolyabb súlyzós edzést, rezisztencia jellegű edzést, és 5-10-12 évesen egy relatíve nagy izomtömeget és alacsony testzsírszázalékot érnek el náluk. Egy tanult testnevelő tanár soha nem fog kisgyerekeknek súlyzós edzést előírni, mert ez egy hiba. Tehát ilyen hibát nem követhet el egy szakember. Ez alapvetően tehát nem célszerű a csontok fejlődése szempontjából sem, és hosszú távon ezek a sportolók kiszoktak égni, és ilyen 16-18 évesen egy átlagos, kicsit izmosabb, de azért már zsírosabb, semmilyen alkatú fiatalt látunk. Tehát igazából, hogyha nem tartanak emellett egy nagyon szigorú étrendet és akár egy illegális teljesítményfokozó módszert is, akkor ezek a gyerekek kiégnek és nem lesz belőlük jó sportoló, illetve a magasságban növekedésük, csontjaiknak a hosszúságának a növekedéshez károsodhat. A gyereknél azt szoktuk mondani, hogy általában inkább a szívkeringési rendszerét fejlesztjük gyerekkorban, sokat mozogjon, és persze az erősítőgyakorlatok is mehetnek, de általában a saját testsúlyjal végzett erősítőgyakorlatok, tehát amit a saját testsúlyával ő elbír. Az IBB-nél, a Bodybuilding and Fitness Világszövetségnél kialakítottunk egy utánpótlás nevelési programot, amiben szerencsésen mi vagyunk az egyik felelőse a Világszövetségnél. 6 éves kortól, korcsoportonként vannak versenyzők. Kimondottan a mozgás, tehát megtanítjuk őket a koordinált mozgás kialakítására. Durva, finom, koordinált mozgás, dinamikus sztereotípia, tehát végig dolgoztatjuk őket, és 10-12 éves korban már remek megjelenésűek lesznek a sok sport hatására. Egyszer csak 16-7 éves lesz, na akkor belép az életébe az edzés, és mire ilyen nagy lány lesz mondjuk 20 éves, addigra egy félelmetes, szép megjelenésű izomzattal, egy nagyon jó gyakorlattal áll a világ előtt, úgy, mint a magyar versenyzők közül páran. Én konditerembe járok, ott mindig megvan, hogy melyik izomcsoportra szoktunk edzeni. Tehát a lányokat már tinédzser korban, adott esetben ilyen 14-15 éves korban már azért jobban lehet erőt fejleszteni. Egy fiú esetében pedig, amikor a tesztoszteron szint leginkább beindul, az általában is megnövekszik. A 6, 8, 10, 12 és így tovább kategóriákban Benkő Regina a világbajnok évek óta, 5-szörös világbajnok, magyar kislány, valami lenyűgöző gyakorlattal, és Szabó Nikolett is világbajnok, de ő már most már junior lett, és ő is világbajnok, és most 16 éves múlt. Egy nap mennyi időt töltesz edzéssel? Hát elég sokat, ilyen 5 órát körülbelül. Amikor persze már világversenyre készül, nem is az anyagi dolgok nehezek, inkább az, hogy az időt azt elviszi. Tehát alapvetően azért azt tudni kell, hogy ha valaki testépíteni szeretne, akkor ez versenyszinten soha nem egészséges. Tehát az élsport az soha nem egészséges. Akkor sem, hogyha naturál testépítő, mert a versenyre való befogyasztás, ennek az utolsó fázisai már olyan mértékben károsítatják például a vesét, a szívérendszert, ami már nem biztos, hogy egészséges. De ha valaki rekreációs szinten szabadidősportként testépít, az egy egészséges tevékenység. Hogy néz ki egy napi étkezésed, mivel kezded a napot? Reggel zabot vagy tojást teszek, ebéd csirke mellett, akkor is néha tojást. Ha valaki elegendő fehérjét szeretne fogyasztani, és megfelelő vitaminbevitelt biztosítani szeretné, megfelelő ásanyagbevitelt biztosítani szeretné, akkor azért ennek van egy jelentős költség vonzata is, tehát valószínűleg egy 20-30 ezer forintot minimum erre el fog költeni, ha komolyabban szeretné csinálni. Hiszen egy ízületet el lehet nyírni. A rossz testtartással végezzük a gyakorlatokat, rossz dinamikával,
kiterjedéssel, akkor egy ízületet évek alatt simán elnyírjuk, és akkor 30-40 évesen minden ízületünk fáj. Tehát ez olyan, mint az élsportot, általában túl sokat edzenek, azért kopik el az ízület, mert túl agresszív edzésmódszereket választanak, itt pedig a tudatlanság. Tehát mindenképpen edzővel kell, a gépek is segítenek, tehát én azt gondolom, hogy inkább kevesebbet, óvatosan, lépésről lépésre fokozatosan kell belemenni ebbe a világba, és aztán amikor érezzük már a testünket, megvan a testtudat, akkor lehet a haladó gyakorlatok felé menni. Egy dolog biztos, hogy én már nem leszek fiatalabb, van még egy dolog, ami biztos, hogy nagyon sokan vannak, akik nálam fiatalabbak, és hogyha komolyan szeretnétek foglalkozni ezzel a sportággal, akkor figyeljetek oda, tekerjétek vissza ezt a műsort még jó párszor, viszont jövünk jövő héten is hasonlóan érdekes témákkal, Új Nemzedék Plusz, figyeljetek minket, peace, plusz. Készült az Európai Unió támogatásával, az Új Nemzedék Központ non-profit Kft. Megbízásából.